Geri, mi a kedvenc színed? A barna. Nem, a kék! Semmennyire sem vagyunk tudatosak. Sajnos. Tudjuk, hogy egyébként ettől működne a dolog. Tehát hogy a zenekat tudod, aki milyen cégszerűen kéne működtetni, meg ugye az egészséges életmód, meg mit tudom én, de nem... Most kitaláltunk ilyen neveket, például én vagyok a kapitány. Ő a kapitány, én vagyok az agy, a Geri a késdobáló, a Kristóf a robbantó, Ádi pedig a ninja, de hogy így abszolút nincsen bennünk sajnos tudatosság, úgyhogy hogy örülünk, hogy a saját nem kiadó... Nem ez egyébként. Nem, legalább a de kiadó gond... De most veszünk már össze legalább. Ez az. Na, az anyád úr. Hogy mondjak, én nem a bölcsát. Na, mondjál valamit. A hegy nem a Mohamed, akkor a Mohamed egy megy. Nem, hanem hogy tehát a tudatosság egy zenekar építése szempontjából, az teljesen más, mint egyébként egy életmód, mert igazából ez az egész tudatosság, hogy ez azért van itt, mert hogy ugye ez most így arról szól igazából, hogy olyan emberek jönnek ide, akik így tudják, hogy akarják élni az életüket, és hogy mi a fontos nekik, és hogy értéket képviselnek, és mi most arról kezdtünk el beszélni, hogy egy zenekart vinni, az így hogy tudatosan, hogy kell azt átgondolni a marketingen, meg a hiszen f***om. Az a baj, hogy van egy ilyen vírus, ami szervezetünkben, amit úgy hívnak, hogy... Mocsok. Hogy mocsok. Hangosabban beszél, mert nem veszi a... És amikor jön a mocsok a szervezetbe, akkor ez megtámadja, és vírusként behatol, és egészen a sejtmagig jutva berobban, és ott elterjeszti azt, hogy nem kell semmilyen se foglalkozni, csak a színpadon jól érezni magunkat. Egyébként az egység egy zenekaron belül, az egyébként szerintem a buszba, meg a próbákon, meg a zenekari sörözéseken sokkal jobban megvan, mint egy színpadon. Mert egyébként a színpadon én tényleg csak arra figyelek, hogy én ne b***am. Tehát, hogy én nem figyelek és egész másra, bár az, hogy úristen, az olyan, mint a kereszt. Nem sietek, nem kések. Egység, persze, meg a nagy kozmosz, ami a zenekar körbelengem, főleg a színpadon, ez egy humbuk. Tehát, amit a Tomi szeretett volna mondani, az azt jelenti, hogy mi igazából egy borzasztó egy egységet alkotunk a színpadon a magunk módján. Ugye, Tamás? Mert ez egy nagyon, nagyon elmés kis válasz, mert bármit bele lehet érteni. Bármit bele lehet magyarázni. Na, jó. Mert igen, mindenki magára figyel, mindenki azt akarja, hogy saját magának a legjobban megfeleljen. Ugyanakkor ez az önmegfelelés alkotja azt a fajta egységet, amiből összeáll a mi kis zenekarunk, és ez szerintem borzasztó a legkövethető minden egyes koncerten, hogy mindenki magára figyel, de ugyanakkor megvannak a huncut összenézések az összes állandó koncerten.